Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. A műsor az NK támogatásával készült. Sziasztok! Itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, a Mezaforta Hangszerúhezban, és a vendégem Marosi Niki. Szia, Niki! Szia! Sziasztok! Mikor hívtalak először? Három-négy éve? Hát nem tudom. De csodálkoztam is, hogy a múltkor így mondtad, hogy figyelj, most, most jönnél. Én már nagyon örültem neki, mert azt én már elmondtam neked is szerintem, de az biztos, hogy írtam már le, meg interjúban is mondtam már, hogy a magyar zeneiparban a, nekem az egyik ilyen meghatározó női menedzser az pont te vagy. És mindenképpen szerettem volna veled egyet beszélgetni, hogy hogy lesz egy egy fiatal, csinos, agilis nőből, zenei menedzser itthon Magyarországon? Hát, hogy hogy lesz most Magyarországon, azt nem tudom, de belőlem igazándiból már nagyon korán úgy kiderült, hogy igaz, nem is én akartam szervezni dolgokat, de valahogy mindig hozzám került a megszervezése, szóval ez a más útja fogja megcsinálni, akkor megcsinálom én. És ráadásul valami olyan dolgok is így hajtanak, hogy ha valamit csinálsz, akkor azt jól csináld, akkor a 150%-kal csináld, és akkor még ezért sem tudom másra hagyni, hanem inkább azt mondom, hogy jó, akkor lesz a legjobb, hogyha én csinálom. És ez már így az iskolában is, abban így végül is ö, ö, kimerült, hogy akkor ki legyen a diákigazgató? Hát a Marosiniki. De hát nem is ismertek engem, mert egyébként elég sok középiskolát, évente másik középiskolába jártam, vagy hát másik osztályba, de fél év után is, hát de, tehát a Marosiniki lesz, egyértelmű, hogy a Marosiniki lesz, mondom. Jó, oké, akkor menjünk és nyerjük meg. Egyébként nem nyertük meg, de nagyon oda tettük magunkat. És 15 éves voltam, én kaposvári vagyok, ott is nőttem fel, és uh, én mindig idősebbekkel barátkoztam, akik mutogatták nekem a budapesti zenekarok zenéit, akik már elmehettek Budapestre vagy másik városokba bulizni, de én még nem mehettem el. És uh, hát rágtam a szüleimnek a fülét, hogy na létszik, de hát azt mondták, hogy nem. És akkor gondoltam, fordítok az egészen egyet, és hogyha én nem mehetek uh, Budapestre, akkor jöjjenek le a zenekarok Kaposvára. És akkor itt is egy ilyen egyébként hogyha majd mesélek magamról, szerintem egy csomószor van ilyen véletlennek tűnő dolog, amit akkor még nem tudok, de aztán végül is nem biztos, hogy olyan véletlen, vagy hát, hogyha tehát, hogy én hiszek ez ilyen dolgokba, hogy ennek így kellett történnie. És az a lényeg, hogy jó, kitaláltam, akkor jönnek a budapesti zenekarok, de hát mondom, ahhoz, ahhoz, biztos kell valami tőke, de hát nem kértek a szüleimtől, az egyrésztről milyen gáz, másrésztről miért adnának a szüleim erre. És akkor pont véletlenül bementem egy kocsmába, 15 évesem. És véletlenül. <laughs> igen. És ott volt egy ilyen, hát akkor ilyen 30-as éveiben járó csávó, aki egy non-profit céget vezetett, és akkor így körbekérdezett mindenkit, hogy ki mit akar lenni, és én mondtam, hogy én koncertszervező akarok lenni. Jó, és akkor mondja, hogy mi az alapja? És akkor elmondtam, hogy hogy csinálnám, és hogy mit tennék, kivenném ezt a helyet, kifizetném ezt azt. Jó, akkor mondom, hogy mennyi pénz kell re? Hát mondom, 100 000 forint. Jó, akkor megkapod cserébe, akkor tüntest fel a non-profit vállalkozásomat, mint a te fő támogatód, és csinálunk a koncertet. Hm. És akkor így megkaptam a 100 000 forintot, felhívtam az első zenekart, aki a kedvencem volt, akik rögtön azt mondták, hogy Norway hiszen miért jönnének kell egy 15 éves kislánynak a koncertjére, de nem kámpucsolottam el, mentem tovább, és akkor... Azt kik voltak ők. A Subscribe volt, és azt mondták, hogy no. Majd de végül a Cadaver ez lett, és egyébként volt inszén is, meg még Lights Go Out, Solution, oh. szóval ilyen régi... Akik már nem is aktívak, olyanok is voltak, és tehát lett. És egyébként akkor visszajött a Subscribe, hogy hát ők ezt hallották, és szeretnének jönni. És így akkor ők is lejöttek ez az én szervezésembe. Szóval ez volt így kb. az első pont, hogy akkor egyébként ez annyira ilyen gyerekcipőbe járt, hogy az unokatesom volt a ruhatáros. Apukámnak a, az egyik munkatársa volt a kidobó de egyébként a helyen nem volt, tehát nem volt például a kidobó, de én mondtam, hogy de én úgy láttam a filmekben, meg azért, hogy kell a kidobó. Tehát, hogy mindent úgy csináltam, mint hogy láttam a filmben, vagy esetleg amikor feljártam Budapestre, és én mindent így úgy akartam csinálni. És így például így volt kétöring is, mert amúgy a helyen nem szokott lenni kétöring, de én azt az, azt, azt, azt kell. Úgyhogy csináltam itt a kupont, pizzát rendeltem, és akkor úgy, mint a nagyok. Szóval ez volt az első. És ez volt, hogy ez a siker adta meg a löketet neked ahhoz, hogy te ezzel akarj foglalkozni, vagy te már ezt ettől függetlenül is tudtad, hogy, hogy a te utad az valószínűleg ez lesz? Mm, nem tudtam, egyáltalán nem. Ugye itt 15 éves vagyok, szóval még középiskola elején járok. Ö, azt sem tudtam, milyen egyetemre akarok menni, és ö, igazándiból ott a következő löket az volt, hogy az osztálytársam Varga Gergő, aki egyébként gitározik egy csomó mindenben, mai napig is, ő mondta, hogy megy az IBS-re, művészetmenedzsment szakra, ami angolul fognak Tanítani és hogy tök jó, és tökre nekem való, és hogy menjek. És igazándiból ilyen irodalom szakokon gondolkoztam, meg szabad bölcsészet, és nem nagyon tudtam, hogy mit akarok, és hát hála, az égnek nem oda mentem. Pedig felvettek egyébként, de hanem az IBS-re mentem, művészetmenedzsment szakra. És ott e, igazándiból, mire ideig jutunk, egy kicsit már távolodok is a zenétől, de ott volt egy music business, vagy valami ilyesmi óra, és akkor ott megint így visszakerültem, így, hogy ó, de, de érdekel a zene. És abban a suliban kellett csinálni gyakorlatot, és akkor elmentem gyakorlatra, ami szintén zenében volt, mint elmentem egy asszisztensnek, egy menedzserhez, és ott évekig igazániból asszisztenskedtem zenekarok mellett. És ugye mondod, hogy itt visszakerültél a zenéhez, vagy kicsit eltávolodtál a zenétől abban az időbe. Mi is értett meg annyira, hogy el tudtál távolodni a zenétől? A színház. Ú, uh, hát azt mondjuk megértem. Igen, az nekem is egy ilyen, nem azt mondom, hogy nagy szerelem, mert nem dolgoztam soha a színházban, de simán dolgoznék. Ja, hát én, amikor nagyon pici voltam, a általános iskola, akkor jártam színjátszóra, és Kaposvár ugye mindig is híres volt a nagyon jó színházról, és az Anger Zsolt volt akkoriban ott színész, és ő csinált egy a, ilyen színjátszó a gyerekeknek, a Fekete Katával, aki szintén egy színésznő volt Kaposváron, és ő hozzájuk kezdtem el járni, szóval igazándiból először színházban akartam, aztán zene, aztán utána már Kaposváron volt a színművészeti, és azokban az években nagyon jó osztályok voltak, meg nagyon jó ilyen vizsgaelőadások, amikre jártam, meg a, mivel ugye idősebb barátaim voltak, nagyon sokan jártak a, az ilyen művészkarokra, amik ott voltak, mert nem csak színmű, hanem volt mindenféle ilyen, biz, hát mindegy, nem tudom, mindenféle művészet, és, és akkor úgy az nagyon, hogy ott is egyébként rendező, vagy dramaturg, tehát nem színész, mm. hanem inkább ezek, és voltam is a színművészetén rendező szakon felvételizni, de természetesen azt hittem, hogy japánul vagy kínaiul vannak a kérdések, annyira ilyen mély műveltségi kérdések voltak, hogy mondtam, hogy hát ezt gondoltam, hogy ha egy ide, ide eljövök, és elvégzem, akkor utána tudni fogom ezeket a válaszokat, de úgyhogy ez ennyi volt. Észrevettem, hogy nagyon határozottan kijelentett, hogy nem színész. Ez miért van ennyire határozottan, hogy nem színész? Ja, hát nem szeretek így az előtérben lenni, tehát a zenében is biztos nem véletlenül vagyok én hátul, a, 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 aki szervez. Meg úgy, igen. Nagyon sokan én azt hiszik... Hát jó lenne egyébként. Nagyon sokan azt hiszik rólam, hogy én ilyen exhibionista vagyok, mert mindenhol ott vagyok, meg izé... Én nem, én pont nem, de ezt szerintem beszéltük is nyáron, amikor voltatok az AVS-sel hogy, hogy én pont a, az ellen tétét látom benned, te is inkább nem kicsit introvertáltabb vagy ugyanúgy, mint én is, és mondjuk engem is mindig extrovertáltnak gondolnak, pedig nem. Igen. <hül> nem, én azt hiszem egyre jobb rájövök, hogy introvertált vagyok. Ezt szoktam mondani hogy mindig, hogy mindig ezt nem viccem, hogy utálom az embereket, ami nyilván túlzás, meg ki van sarkítva. Nem. De hogy így, azért igen, tehát, hogy például ma, ma tök jó volt, mikor jöttem ide felé jöttem ugye Esztergomból le Budapestre, és találkoztam egy nagyon jó egy a vonaton, aki mondta, hogy úgy, nézzem a műsorodat rendszeresen, és volt egy csomó kérdésed, és egy ilyen Tök jó arc volt, ez, ez tök jó, de... Vannak jó emberek. Igen, csak, csak, csak sajnos nem minden esetben ez történik. Igen, és egyre nehezebb szerintem. Tehát, hogy nem a felel megy a világ, hogy... Vagy akár ez, hogy kiállsz, az, tehát hogy egyre nehezebb szerintem. Tehát azért mondjuk, mi tudom én, régen egy rockstar, az, az, egy nagy tiszteletnek örvendő egyén volt. És pár évvel meg kellett élnem azt, hogy elküldtek kapálni minket. Tehát, hogy így ö, manapság már annyira frusztrált mindenki, hogy egy teljesítmény, egy az, hogy te kirakod magad, az, 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 az megint csak szétfrusztrálja az embereket. Fé, nem olyan régen, szóval múlt héten került ki talán az NK a döntéslista, és ott ugye tökörültem neki, hogy, hogy nyertem ismét a podcasttal a támogatást, és ugye, hogy ezzel az éves büdzsénknek a, tudom, a fele megvan, és megjegyeztem egy barátomnak, hogy tök király, akkor már csak felét kell összekalapozni, majd meg összerakni. Mire mondta, hogy mit sírtok, hát mi ez, hát ez pénzbe kerül, meg nem, megterem magától mindent, tehát hogy nem kell, tudod, a stábot se kell fizetni, meg semmi ilyesmi, tök jó, hogy van magától. És ez a kapálás, ugye reflektálás, tehát, hogy nem biztos, hogy, hogy, kell az embereknek átlátni mindent, de pont azt látom én is, amit te mondasz, hogy a tisztelet az eltűnt. Hát, de szerintem átláthatnak az emberek egy csomó mindent, tehát nem tűnik el a varázslat, hogyha egy kicsit edukáljuk az embereket, Szóval szerintem jó lenne, hogyha edukálhatnánk az embereket, hogyha elérne az emberekhez, hogy amikor egy zenekar az van, az nem csak úgy van, tehát hogy igen, hogy az nagyon sok pénzbe is kerül. Az elképesztő, hogy nekem, hogy ugye a sok pénzbe kerül, hogy ugye magyaroknak az élet az zsebbe turkálás. Ez ugye most is, hogy bizonyos előadók így csinálnak, tehát az ott csinálnak, tehát ennyit, meg annyit fog keresni. De mondom, hát basz, nem vontad le se az áfát, se semmi költséget. Hát, hát igen. Ez... Jó, de ez azért van, mert egyébként pont ezen is gondolkoztam, hogy ma Magyarországon, ezen iparban mindenki sokkal többet dolgozik, mint amennyit kap érte. Tehát tőlünk nyugatabbra, vagy hát igen medencés házakat építesz, meg szuper jó autókkal mész, és izé csapatodban, nem tudom, a bulikat. Itt meg tényleg egyszerűen egy ember csinálja 15 ember munkáját, nagyon sok órában, nagyon kevés pénzért, kevés elismerésért, mert elismerés sem kap, hanem izé mérződ a te füved, de 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 de. és hát ezért nem, tehát hogy ezért is alakul ki ez az egész, hogy egymás zsebében turkálnak. Mindenki frusztrált, tehát hogy ugyanaz, hogy, hogy senki nem, még akik toppon vannak, azokon sem azt látom, hogy milyen boldogok, és azoknak sem látom épülni a medencés házát. Amikor te belefogtál, az első buridat szervezted, szerintem akkor másabb volt a zenei közeg, mint most? Hát igen, de amikor én belefogtam, akkor a metál és a rock, zene az aranykorát érte szerintem itthon. Mindenképpen igen egy ilyen másodvirágzás volt. Hát, vagy ez a modern rock, igen, és modern ilyen, metal. Igen, igen. És nagyon izgalmas volt, és valószínűleg ezért is lettem én ilyen metal zenekedvelő. Ugye most meg inkább a rap zene megy ami teljesen természetes dolog, mert ugye generációk felnőttek, generációk jönnek-mennek. Egy kicsit egyébként szomorú vagyok, hogy nem az aranykorban voltam a menedzser, hanem csak még a megfigyelő, de egyébként még visszatér a rock és a metal. Egyébként azt most én is, volt egy időszak, amikor nagyon pessimista voltam, és el voltam keseredve, és most én is azt látom, hogy, hogy igen, persze, most ez a trending ez megy, és mondjuk sokkal nagyobbat megy, mint a, az aranykorban, mondjuk a rockment, a nyomatál érába, de sose lehet tudni, hogy ez esetleg nem fog-e mondjuk a és lesznek mondjuk három puskás teltházat csináló a rockzenekarok. Abszolút, szerintem lesznek egyébként. Kérdés, hogy mikor, mármint, hogy így az én életemben, akkor a kérdés, hogy mama leszek-e, vagy nem, de Szerintem volt, tehát egyébként mindig is izé, körforgás az egész. Na mindegy, de amikor én voltam kicsi, akkor ez virágzott, ez a modern metal, ott volt ez a Budapest Rock az ugye egy nagy istáló volt, annak a zenekarjai, nagyon izgalmas volt nekem. És ö, egyéb iránt, meg ö, a zeneipar, hát nem is tudom, az is ugye folyamatosan változik, ö, Például manapság sokkal több lány van már a szakmában, mint amikor, szerintem amikor én ebbe belenéztem, akkor nem is nagyon tudtam volna lányt mondani, vagy nőket. Um, sokkal több iskola van, mint ez a majdnem híres Rocksuli, meg ezek, ami tök jó, mert szerintem az alapja mindennek ez, hogy egyrészt, tört, de nem az, hogy ott megtanulsz, és akkor onnantól kezdve te egy menedzser leszel, hanem a kapcsolatépítés, um, meg azt, hogy az, hogy egy jár végig a dolgokat, és akkor mindent így néz bele, szóval. Tök szkeptikus voltam azokkal amúgy, és azt hiszem, hogy talán tavasszal hívott fel a Bihari Balázs, hogy hú, figyelj, egyik növendéknek pont az a feladat elméleti, hogy Esztergomban rockklubot létesíteni. Nem akarsz neki segíteni? No? Te, nagyon szívesen. És leültünk, és olyan elképesztő mennyiségű elméleti tudásuk volt, amit nekem évekbe tellett magamra szedni. Mondom, ezt mind a suliba tanultátok? Igen. Basz, mondani, teljesen le voltam döbben, vagy mondom, hogy ha lehet, hogy én ezzel a tudással állok neki annó csinálni a helyet, akkor nem addig jutunk, ameddig jutunk. Tehát... Igen, de amellett, hogy egyébként ezt nem az íróasztalnál tanulod meg, az a jó, hogy elviszik őket mindenféle terepre, amit a tanároknak a kapcsolati tőkéjéből fel tud használni a gyerek, és ez tök jó, mert én nagyon sok olyan ismerek, aki így jött akárhova, fesztiválra, nem tudom, és akkor azóta is csinál valamit. Ki volt az első olyan zenekar, és mikor akire azt mondtad, hogy igen, te velük dolgozol? Az AVS. És 2010 környékén találkoztam velük, amikor felköltöztem Budapestre, mert uh, ugye a Varga Gergő volt az osztálytársam, aki miatt feljött, vagy hát ebbe az egyetemre mentem, azt tudtam, hogy Budapestre fogok jönni, és akkor mondta, hogy van neki egy haverja, a Siklósi Jörs, és uh, van egy zenekara, az ABS, és hogy figyelj, Niki, te akarsz egy zenekart, ezek akarnak egy menedzsert, szerintem találkozzatok. És akkor uh, így, 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 így találkoztunk, aztán elkezdtünk dolgozni, de ők, abszolút ők az elsők, akik az én sajátom. Mert egyébként előtte sok zenekarral dolgoztam, de mint saját, az az AVS. És uh, hozzájött az első ilyen munka megbeszélésed, hogy figyelj, akkor én itt vagyok én, ugye nem ismertetek egymást kvázi, és hogy én szeretnék lenni a menedzseretek? Fú, megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én nem biztos, hogy rögtön a ebbe belecsaptunk, mert uh, Egyébként akkor az ős um, járt valami színjátszókörbe, ami ott van az iskolánál. Én meg pont volt egy iskolai feladatom, hogy színdarabot kell csinálni. Aztán összebeszéltünk, és az ős lett a főszereplője a színdarabnak, úgyhogy amiatt is elkezdtünk így egymással dolgozni. És uh, nem tudom, tényleg nem emlékszem, hogy mi lehetett az első lépés. Talán az, hogy be, beraktam őket a vagy bekéretőzkedtünk a subscribe elé, mint előzenekar, és, és akkor az volt az első turné. De ott, szóval ez még, tehát én nem tanultam menedzsernek, hanem én jártam egy iskolába, ahol művészetmenedzsmentet tanítottak, de nem kifejezetten uh, zeneit. Mellette uh, asszisztensként dolgoztam, úgyhogy láttam, hogy, hogy áll össze egy koncert, hogy hogyan kell disputin, még ilyesmi, csak egy ilyen pici zenekarnál még nem voltak ilyenre szükségek. Mm. Uh, Úgyhogy nem, nem tudom hogy pontosan, hogy hogy történt az első. Azon gondolkodom, hogy az az ominózus sokat emlegetett Esztergomi AVS csak azért is bulinta ott voltál? Szerintem nem. A 13 ban mm -mm. Mert hogy ugye mindig felemlegett ott, hogy hát, hogy tudom, én a épp, hogy a benzíne sem maradt pénz, vagy ja. a pizzára maradt pénz, vagy valami ilyesmi volt. De ugye eltúlozzá, tehát többen voltak azért azon a bulin, de hogy, hogy így, így tök érdekes, hogy ugye velük kapcsolatban rendre felmerült ez a kommentekbe, ugye, hogy, a dallal berobbantak, és akkor ugye, ugye ez, ez volt a zenekar sztoria, és hogy ugye nem emlékszem, mennyi vérés és verejték volt előtte, és hogy ugye tök jó látni azt, hogy ugye te akkor már voltál, és hogy jöttél velük végig. És emlékszem, hogy én is úgy találkoztam veled először, hogy ugye ott volt a zenekar, és láttam, hogy fú, ezeket hát, csajmenedzserük van, de jó, érted? Hát. Mert hogy ugye pont ez, hogy akkoriban, már 2010-ben szerintem, ugye innen nyugodtabbra, hogy te is fogalmaztál, egy teljesen megszakott dolog volt az, hogy a zeneiparban mondjuk vannak női menedzserek. Ugyanakkor itthon meg, ha volt is női menedzser vagy volt is női szervező, akkor nem feltétlenül euh, kapta meg azt a megbecsülést, ugyanazt a munkafeltételt, amit mondjuk egy férfi megkapott. Te, amikor elkezdtél a fiúkkal dolgozni, te éreztél megkülönböztetést? Persze, sőt, a mai napig ö, érzek meg különböztetést és ö, látom is, tehát, hogy ez nem múlt el. Szerintem a nőkre nem úgy tekintenek, mint a férfiakra, de nem csak azon a iparban, ez egy általános probléma, és nem azt mondom, mert én nő vagyok. De, hogy. Ö, igen. Tehát. Ö, Egyrészt nem is az, hogy csak nő, hanem az, hogy ilyen kis fiatal is. Tehát, hogy fiatal és csaj, szóval ez így nem egy jó kombó. Ö, hát az elején, amiket gyakran megkaptam, az az, hogy jaj, ne fárasz már a hülye rockzenekarjaiddal. Légy színe, ne is kezd el. Ö, de én nem de nyomtam. Tehát, hogy de, de, azért beszéljünk róla, de azért izé, gyere, ígyunk valamit, beszéljünk róla. Egyébként apám egyszer kérdezte, hogy akkor most akkor mondjuk már ki, hogy akkor neked az a munkát, hogy kocsmában iszol. Hát mondom, figyelj, apa, az a helyzet, hogy ez a hideg e nem nagyon megy ebben a szakmában, és hogy igen, hogy, hogy elmegyek egy helyre, ott iszok az, M a fesztivál szervezővel fesztiválszervezővel, a, nem, a klub tulajdonossal, és összebarátkozunk, és sokkal könnyebb onnan már. És nagyon sokat kellett hallgatnom ezt, hogy jól van, csak de a hülye És akkor utána az átment már abba, hogy volt olyan, amikor tényleg ilyen egy órát beszéltem arról, hogy jó, de nézzük meg egy másik szemszögből, és egy másikból, hogy ez miért lesz neked jó, és üzletileg, és nem tudom, és akkor végén mondta, hogy jó, jó, oké, okay, akkor legyen, akkor felléphetnek. Mondom, yes. És akkor így, így alakultak. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nővel nem beszél bizniszről, Úgyhogy folyamatosan a gitár, a Brooker Bancyhez beszélt, és akkor mondtam, hogy kénytelen leszel, mert ő a gitáros, én vagyok a menedzser, úgyhogy hírájám. Szóval én is volt. Mikor először tapasztaltál ezt, az milyen volt? amúgy. Mm, Engem annyira nem ö, hatott meg, már mint hogy így ezeken nem borultam ki, hanem csak így mentem tovább. Ö, ma, amikor ezt látom más, hogy máshol csinálják, már esküszöm jobban kiborulok, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy én, én tehát, hogy mit tudom, én a Szigeten is dolgozok, és nagyon sok külföldön is nagyon sok nő menedzser van, turné menedzser. Tényleg vannak olyan zenekarok, akik úgy jönnek, hogy több, a, tehát a menedzsmentben majdnem mindenki nő. Például a vigyáztam a téminpalára, ott mindenki nő volt a fő vagy most egyébként a biliálisnál is nagyon sok női menedzser volt. És hogy még mindig van egy olyan kicsit, hogy úgy néznek rá, hogy mintha ő a, a gardróbos lenne. És nem, ő nem a gardróbos, hanem ő a menedzser. Múltkor megegyeztem egy szakmai nagy öregnek, mikor így beszélgettünk és ő is, és mondta, hogy csajok, mondom, tudni van a csajokkal, hogy sokkal könnyebb, gördülékenyebb velük dolgozni, mert ki kell mondjuk, baszki, hogy sokkal precízebbek, mint mi pasik. És ugye én tudok nagyon kocka lenni, tehát, hogyha én kapok egy itinert, kapok egy kéteringet, én azt szeretem úgy bekészteni az öltözőbe, úgy berakni. Szerintem, aki dolgozott velem az elmúlt 20 pár évben, amióta benne vagyok a szakmában, azt tudja, hogy azért én el, tudok erre kényes lenni. Nem azt mondom, hogy nincsenek néha slendriánok vagy trógerebb napok, mert vannak, de azért nem ez a jellemző. Viszont ugyanakkor meg, tehát tök érdekes, hogy számtalanszor volt olyan figyelj, hogy férfi túrnémenedzsertől, férfi menedzsertől bulinapján napján délbe kaptam két listát, pedig kértem. A csajoknál az annyira nem fordul elő valahogy. Hmm, én nem is a precizitást mondanám. Hát hogy, nekem ez az egyik legfőbb De hogy inkább tényleg az, hogy az igényesség, vagy az például, hogy mondjuk egy csaj olyanokat is észrevesz, hogy fontos, mint amit egy férfi nem. Tehát, hogy mit tudom én, hogy mondjuk a, a, a legyen rend, mert ez most lehet, hogy nem, nem olyan fontos, de azért mégiscsak sokat számít, hogy vagy, vagy én például mindig is egy kicsit olyan családiasan vettem ezt az egész arozást, hogy kicsit én vagyok anya, és akkor vannak apa szereplők, meg vannak gyerekszereplők a történetben, és hogy kicsit úgy nagyobban nézem a képet, hogy nem csak annyi, hogy nekem ez a munka megcsinálom vége, hanem így sokkal nagyobban úgy gondolom, meg nagyon nagy bennem például a megfelelési kényszer, meg a, a, bizonyítási vágy is. Azért annak, aki könnyen megkap dolgokat, meg megkap dolgokat úgy, hogy mert nekem ez jár, ami akár lehet ez a férfi különbség, az egy kicsit hátradől, hogy jó, hát akkor ez így megy, ez így alap. Egy nő meg így oda teszi magát, hogy mondja, én akkor megmutatom nektek, hogy nézzétek, ezt így kell csinálni. Szerinted, hogyha egy tízes skálán mondjuk egy férfinak hármat kell teljesíteni ahhoz, hogy megkapja azt, amit szeretne a zenekarának, akkor neked, illetve egy másik női menedzsernek mennyit kell? Ha egy tízes skálán hármat kell a férfinak? Hmm. Hát, nem tudom, nem tudom, hogy beszámozni, de többet. Azért kérdezem ezt, mert hogy én is tapasztaltam már azt, hogy, hogy azt tudni kell, hogy a Szerintem ezt te pontosan tudod, hogy a klub életben, itthon, a klubok azért kapcsolatban vannak egymással. Ugye leinfózzuk a zenekarokat egymás között. Ez ugye így szokott kibukni sokszor, amikor mit tudom, valaki azt mondja, hogy én teátházas londoni koncertet csináltam, persze egy 12 fős Itt így, így, Tudjuk, hogy vannak ilyenek, most Igen. pont fut a Facebookon egy ilyen hirdetés és két hetes, és ezen röhögök egyfolytában, hogy gyerekek, miért kell ez? No, és hogy akkor, akkor sokkal többször futottam én bele olyanba, hogy az egymás közötti leinfózásnál olyan zenekart infóznak le, akinek vagy a menedzser, vagy a turné menedzser csaj. Tényleg? Hmm? Hát. És ugye ezt a, engem amúgy mindig fel szokott háborítani, és nem azért, mert én nagy egyenjogúság harcos vagyok, vagy nem is akarom ezt eljátszani, nem is akarom ezt előadni, csak nem nemes egyszerűséggel nem szoktam érteni a bizalmatlanságot. Mert hogyha, ha valahol van bénázás, de az bárkinél van, akkor oké, okay, rendben, de amikor mondjuk egy precíziós, jó működő gépezetről beszélünk, és még mindig megy a körémél, vagy a, a körüzenetem azt hogy figyelj, itt ez volt, ott mi volt, ott figyelj, hányam hányan voltak, na hát, hányan volt, ott mi volt, ad, akkor úgy nem értem, hogy, hogy, miért. És ez, ezért kérdeztem, tudod, hogy, hát. hogy te ezt mennyire tapasztalod, vagy látod? A bizalmatlanságot így nem tapasztaltam irányomba. Ö, nem, én, én, inkább ez a férfi-női különbségek így a tényleg az tapasztalom, hogy van egy csomó nő, aki felső pozícióban van, vagy a legfelsőbb pozíciókban, és még mindig kázzák, meg kellzik, hogy editke, alatt ah, nem editke, hanem edit, mondjuk. É és hogy még mindig, hogy de milyen aranyos, meg milyen izé, hogy de nem, nem aranyos, hanem egy kőkemény nő, aki ide tette neked ezt az egészet. Szóval, és ráadásul a legfelső polcon viszont férfiak vannak, mondjuk férfi tulajok, férfi ügyvezetők, és hát azért megnézném a fizetéseket, hogy mennyit keres mondjuk egy nő, meg egy férfi, holott vagy ugyanolyan pozícióban vannak, vagy mondjuk esetleg a nő nagyobb pozícióban is van, mint egy férfi. De ezeket nem tudom megnézni, csak hogy van egy sejtésem. Tehát úgy gondolod, hogy a zeneiparban is jelen van az, ami sok minden más helyen, hogy a nők kevesebb fizetést kapnak? Szerintem igen. Az volt, hogy ezt én kurvára nem tudom megérteni, hogy miért így van, de ez megint, megint, csak az legyen az én problémám. Biztos lesz majd, aki megfejti a kommentekbe. Várom előre, és hát ha valaki tud erre észérvet mondani, nyilván nem fog, de azért hát ha előkerül Hát valaki, ez szerintem ilyen ősi dolog. Nem tudom, régóta van ez így, szóval ezt nem most fogjuk megváltoztatni. Figyelj, tehát én azt szoktam mondani erre, hogy igen, persze, tehát, hogy mert ugye a leg, egyik leggyakoribb reakció erre, hogy jó, akkor legyen egy de mindenben, tehát te is törje, követ, meg te is mennyi bányászt, ez a tipikus fasz berögződések, hogy nem, tehát eb, ebben, ebben, nem értek egyet. Tehát, ha van egy nehéz fizikai munka, akkor azt végezz egy férfi. ha van egy másik típusú munka, ami a férfinak nem, nem azt, hogy nem áll jó, hanem igenis, tehát mondjuk mi nem fogunk tudni a gyereket szülni. Ez egy tipikus példa erre. De ugye ott van az, hogy ha ugyanazt a dolgot csináljuk, akkor igenis kapjunk érte ugyanannyi fizetést. És ez mondjuk nyilván. Hát igen. Nem mi fogjuk megfejteni a De világot alapvetően be, de... a pozíció is. Tehát, ha nem olyan pozícióba raknak be, de nem tudom, nehéz dolog ez. De persze egyébként, meg nagyon sok vállalkozó nő van, akik meg maguk, ugye tehát, hogy nem, nincsen felettesük, és nagyon ügyesek szóval, hogy tehát, hogy nem tudom. De szerintem nincsen egyenlőség így ebben, de hát, hát ezt nem ma fogjuk megbeszélni. És te mondjuk ezért is alakítottad úgy tudatosan, hogy a te saját vállalkozásodban ne legyen feletted senki? Nem, amúgy. Ö, szívesen maradtam volna egyébként ott, ahol asszisztenskedtem, de aztán végül is megértettem, hogy ott ö, tehát nem partnert kerestek, hanem egy asszisztenst, és ö, így ö, gondoltam, csinálom én szóval, hogy igazándiból ez ö, így alakult, nem találtam ki, nem volt tudatos. Ö, ez meglepett, megmondom őszintén. Én teljes mértékben azt hittem, hogy te fogtad, kitaláltad és megcsináltad. Nem, egyébként nem vagyok ilyen drasztikus döntés meghozó, nagyon sokszor beleragadok dolgokba is. Ö... Nem, igazándiból nem mondanám, hogy az én választásom volt, hogy egyedül csinálom, de, de nem bántam meg. Jó egyedül csinálni, vagy teljesen, igen, jó. Hát ugye mindenképpen jó az, hogyha, ha tudod, hogy nincs feletted senki, és nem rugdos téged senki. Ugyanakkor persze valahol nyilván rossz, hogy te vagy a felelős a saját döntéseidért, és ugye azt kell csinálnod, amit kitalálsz, aztán vagy jó, vagy nem jó. Azt szeretem, azzal nincs baj. Engem nagyon meg tud ijeszteni, bár én ugye arra presszálom a csapatot, ugye a a Richcast, meg az agy egy ötöst, az igazából négy ember. Tehát, hogy ugye rajtam kívül van itt három ember. Ugye van egy hangmérnök, van egy videós dolgokért felelős ember, illetve egy grafikus. És ugye a grafikus nagyon szeretem de ő, ő képten nem érzem alapon döntést hozni, ezért ő neki szoktuk a legkevésbé kikérni a véleményet. De ugye a, a két másik ember, ami így hárman, nagyon arra törekszünk, hogy, hogy, tehát, hogy tényleg csapatmunka legyen nem szoktam főnökösködni rajtuk, mert nem is tudnék, mert nem hagynák úgyse, de, de hogy nem, nem szoktam ezt csinálni. Viszont néha ott, ott tök rossz, hogy jó, hát akkor döntsd el. Miért nem szavazzuk meg? Tud, ez így, így vendégek kapcsán merült fel egyszer kétszer, hogy hívjuk, ne hívjuk, jöjjön, ne jöjjön. És volt, hogy én nagyon akartam valakit, és akkor mondták, hogy szerintem nem jó ötlet. Szerintem se. Jó, akkor nem csináljuk meg. Tehát így, Engem. Én, 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 én ezen tudok tépelődni. Én, ha jól vagyok, ami azt jelenti, hogy így, így minden rendben van velem, tehát, hogy van minden energiám, akkor imádok vezetni, mármint, hogy így imádok, hogy így tanácsot adni, hogy melyik irányba menjünk, de ez nem olyan, hogy én azt mondom, és akkor ezt csináljuk, de hogy szeretem ezt csinálni, és uh, a felelősséget is szeretem vállalni, uh, és uh, Hát azért nem játszunk, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy mi, lehet a legrosszabb, ami történt egy emberrel, az, hogyha meghal. De szerencsére így nem ezekkel játszunk, szóval igazán úgy gondolom, hogy bármit meg lehet oldani kb. És hogy azért nem fullba nyomjuk a kretént, hogy olyat bevállalunk, ami tényleg, tehát egy hülyeség. Tehát, hogy próbálunk észérvekkel dönteni, meg irányba menni. De amúgy meg... Euh, szeretek euh, szeretek játszani, vagy nem tudom, tehát hogy szeretem csinálni, hogy akkor nyomjuk, akkor csináljuk. Ja, játék volt az is, amikor az AVS a vesztel a dalba? Igen. Ott egyébként pont ez, a, amit mondtam, hogy ilyen véletlenek, amik nem véletlenek, ott annak az a története, hogy valahol bulistam és megtalált a galambos Dorina, hogy legyek a menedzsere, és ez egy buli volt, és nem is emlékeztem rá, de igen, mondtam. És akkor másnap írt nagyon lelkesen, hogy Niki, akkor kezdjük el. Hú, mondom, te jó ég. <kül> és jó, hát akkor. Most már én vagyok a Galambos Dorina menedzserre. Imádjuk a Dorinát. <laughs> igen. És. Torina akkor nevezett be a dalba, talán nem is elsőre, hanem másodszorra ment, és akkor mondta, hogy mivel én vagyok az új menedzser, akkor kísérjem el, és én addig nem is láttam ezt a műsort, nem is ismertem annyira, és elmentem vele, és akkor rájöttem, hogy tök jó élmény volt, jó fej mindenki, ez egy tök jó megmérettetés, hogy már csak az, hogy egy kíváncsiság vagy elmész a tévébe, és akkor mondtam a fiúknak, hogy figyeljetek, igazából nincs mit veszítenünk, menjünk már el, tök jó buli lesz, csináljunk már meg. És akkor, ami nagyon nagy mák a köztünk lévő kapcsolatban, hogy bíznak bennem, tehát, hogy ez, ez nem, tehát, hogy ha én mondok valamit, akkor annak meg van az alapja, ez nem csak az, hogy de én... Ez fontos, persze. Igen. Szóval, amellett, hogy de nem volt nehéz őket rávenni, mert hogy amellett, tehát, hogy bíztak bennem, de én mondtam, hogy figyeljtek, tényleg, ez fun, menjünk és csináljuk, és mérettessük meg magunkat, és tegyük oda magunkat, és nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Benned felmerült egyébként egy kicsit is, hogy akár meg is nyerhetik? Az elején nem. Tehát a legelején egyáltalán nem, de utána már a végén, hú, a ez nagyon vicces volt, mert ott volt mellettem a turnémenedzserünk, a Gábor Ádám, és akkor mondja, hogy néki figyelj, azért eljutni idáig, és ez nagyon, hogy mondom, kúsolj el, most fogunk nyerni, ne dumálj, kus! <tosz> és hogy így, tudod, az utolsó pillanatban is még ott izé, hogy és egy csomóan így gratuláltak, hogy jó volt így, hogy idáig eljutottunk, és mondom, ne gratulálj ehhez, hát nyerni fogunk. És akkor tényleg nyertünk, és akkor egy csomó egyébként így rájuk is fagyott a mosoly, hogy ez öh, ezt nem gondolták volna. Hát ugye az, a, ugye akkor ez a volt frávias kampány, az valami elképesztő volt. Tehát, hogy én olyan összefogást a magyar zenész szakmába sem előtte, sem azóta nem láttam. Igen, tényleg az volt, és de egyébként igen, tehát meglepődtem egy kicsit, de aztán, hogyha belegondolok, ott van ez az öt fiú, annyira kedves, aranyos csávók, és egy, emellett egyébként alázatosak is, szóval nem lehet őket nem szeretni, úgyhogy végül is miért is ne fogott volna össze mindenki értük, amikor tényleg, és tényleg ami nagyon fontos, hogy alázatosak, hogy, hogy ők sose voltak tiszteletlenek a nagyobbakkal, hanem mindig, mint egy tényleg kiskutya, egy így mentem be, hogy akkor izé, hello, tudták a helyüket. Szóval szerintem mindig mindenki, tehát hogy mert nem tudom, én nem tudok olyat mondani, akinek, vagy hát. Szerintem nincs sok olyan, akinek kedvelni őket, mint individumok, mint csapat. És a tévében is az volt egyébként, ami még nagyon fontos, hogy ők nagyon önazonosak. Tehát semmiféle sallang nem volt rajtuk, hogy akkor ezt így kéne, vagy úgy kéne, hanem ők tök oda bementek, és ezek vagyunk mi. És a tévések, akik ott nézték az egymás után az egyre unalmasabb, egyre izé, ugyanolyanabb bizéket és így egyszer csak így felkeltek, hogy ó, oh, ez mi volt? És akkor már ott is már láttam, hogy itt valami, ez nem olyan, mint tehát hogy ez nem egy alap reakció, ami a kamerásoktól, a tévés emberektől jön. És akkor így tök jól éreztem, hogy na hát én ezt, ezt napi szinten megkapom a fiúktól ezt az energiát, na most akkor elhoztam hozzátok is, és akkor, hogy, hogy jó lesz, éreztem, hogy jó lesz. Fi azért az ám, és akkor már nem volt egy ismeretlen zenekar, ugye itt ezt a, ugye előbb is utaltam el, hogy ezt egy pár kicsit benézték. Reálisan nézve, mekkorát lökött a zenekar népszerűségen a dal, illetve a győzelem szerinted? Nagyot. Tehát... Ö... Az LVS az egy nagyon régi zenekar volt már akkor is, mert ugye nagyon kiskorúba kezdtek el zenélni, és akkor is már benne voltak ebben a zenei körforgásban, de azért kilóttunk, tehát hogy pont akkor szerintem az a turnénk ment, hogy LVS kies, és még egy zenekar... De úgy, hát olyan elmentek a jegyek, de nem, nem, nem nagy számban, és azért, amikor jött a dal, akkor egyszer csak az anyukák, a lányuk, a nagymamák, mindenki kedvence lettünk, és... Nagyon. És, hát, és amikor ugye történt az Eurovízió is, szóval ez tök jó, egy óriási PR dolgot adott ennek, amikor, amikor még abban az időben, amikor még volt is értéke ennek a pr Szóval nagyon dobott, és hát nagyon király lehetett volna, hogyha nem jön rá egy pandémia, meg az, ami történt. A pandémiát amúgy hogy viselte a zenekar? Azt tudom, hogy ott, ott elképesztő lendület volt akkor, és iszonyat néző számok, tehát hogy tudom, hogy nálunk is a klubban ilyen csúcsdöntés közeli állapotok, meg minden egyéb. Hát igen, meg ráadásul, akkor mentünk volna, volt fesztivál, nagy színpad. Szóval, hogy úgy éreztem, hogy ez a mainstream falai ledőlnek, hogy a metal bekerül, meg ugye akkor ott volt a Lazarus, ami megnyerte a nagy színpadot, ami megint csak egy mainstream verseny volt, tehát hogy nem is tudom, hogy abban év talán bája egy győzte le az akkor még Api Endöpi, tehát hogy ez teljesen hihetetlen volt, és egyébként nagyon jó élmény, és mondom, hogy végre a metált a mainstreamre be tudjuk vinni, hogy a tévében van, a, ahogy olyan fesztiválokon, amik mondjuk nem feltétlenül a metal Szóval nagyon nagy lendület volt benne, ráadásul éreztem, hogy nagyon menő. Tehát, hogy menő, megint, megint menő lett metált hallgatni. Tehát, hogy olyan emberek, akik mondjuk halott pénzt hallgattak, ö, ismertek minket, hogy, hogy, ja, hogy újra menő lett. És ez, ez a lendület volt. És a pandémia teljesen elvágta. Tehát, hogy egyrésztről, amire visszajövünk a pandémiából, hogy így felfogjuk, hogy ismét itt vagyunk, már a repzene átveszi az irányítást teljesen. Tehát, hogy olyan, olyan zenekarok nőttek ki a pandémia, akik előtte nem léteztek, és teltházakat csináltak, már rögtön, induláskor. Szóval az a nagy lendület, az így így folyt ki. De, de mi ott hogy ki a lendület. Azért az, te is érzed, hogy az egy iszonyat nagy dolog, hogy egy menedzsernek két zenekara óriási sikertére egyrészt megnyerte a dalt az AVS, az apiék megnyerték a nagy színpadot. De ezt akkor hogy tudod kezelni, hogy azért, oké, okay, a zenekarok sikere, de azért ebben neked is komoly részed van? Persze. Ö, én imádtam, tehát nagyon jó érzés volt. Nagyon büszke voltam a zenekarokra, büszke voltam magamra. Tényleg, az, az, volt, az volt akkor még a csúcs, remélem, még várnak rám csúcsok, de hogy hát az tényleg. Egyébként nem volt sok időm ezen gondolkozni, mert én egyedül voltam, tehát még más menedzsmentekben van nem tudom hány ember, én egyedül voltam, szóval nagyon oda kellett tennem magam, hogy ezt az egészet egyáltalán így menedzselni tudjam. és ja, büszke vagyok magamra a mai napig, és főleg azért, mert ez nem egy bejáratott dolog volt, hanem ezt, ezt én, én, jár, én csináltam ezt meg, hogy, hogy egyáltalán, hogy tényleg, hogy, hogy egy metállal hogy bekerül, Nekem ez a legnagyobb tényleg, tehát, hogy hogy kijönni abból, hogy a metálnak hol a helye, odáig, hogy mindenhol ott van a helye, és a volt fesztivál nagy színpadán is, és ugye a Pék fel is léptek ott a nagy színpad miatt, de hogy már az AVS is ott lett volna, és meg a Budapest Park, tehát hogy így, és ott is több ezer ember. Úgyhogy ezek szerintem nagyon nagy dolgok és tökre jó. És tudod, mennyire zavarhatta esetleg a, a hímsovinisták a lelkivilágát a zeneiparba, tudod, hogy na tessék, egy, menedzs, egy, egy menedzsernél, egy női menedzsernél, két zenekar nagy sikertére, hirtelen, és ráadásul metális. Mert az, az, az már, am szerintem, amúgy, az már az az időszak volt, amikor ugye ez a treppes, repes dolog kezdett felfutni, hogy a különböző zenekaroktól bs akkor már bőven live-ba tolta, stb. Tehát akkor már, már nagyon e felé tendáltunk, és az pont egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, hogy ha akkor ugye nekem valaki mondta volna, hogy figyelj, ez a két zenekar, ez ezt fog elérni abba az évbe, akkor biztos mondom, hogy oké. Okay. Pedig én mindig bízok, meg én mindig hiszek, és mindig ilyen, és tök jó lesz, csak hogy általában a lelkesedésem nagyobb, mint aztán ugye a, az eredmények, de itt, itt, pont, pont, pont nem ezt láttam, pont nem ezt történt. Mit csináltál te, hogy hogy élted meg te a pandémiát? Hát euh, én hazamentem Kaposvára, apukám hazaszólított, azt mondta, hogy nincs választásom, tehát ez nem egy én izé, mondom, de jó, hogy 30 évesen nézi izé, apukám hazaszólít, de hazamentem a szüleimhez, és otthon, otthon voltam három hónapot. Ez egy óriási ilyen identitás válságot okozott nálam, hogy a felnőtt nő, aki ezeket a sikereket eléri, és nyomja a menedzsmentet, most bemegy a szobájába, ahol gyerekként élt, és az anyukája csinálja az ebédjét, és, ez, és én jártam pszichológushoz, és ott is online beszélgettünk, és ez olyan végletekig ment el, hogy a pszichológusom rám szólt, hogy Nikolett, már tudjuk, hogy nincs életveszély, úgyhogy menjen vissza Budapestre. Én meg olyanba mentem át, hogy de hát én mit ettem eddig? Hát anyukám főz rám is, és, és én, én hogy értem eddig? Szóval így teljes uh, ilyen... És egy, egy emlékszem rá, még hó is esett áprilisban, és mondom, hogy kész. Amúgy is szorongós típus vagyok, szóval ez az abszolút világvége hangulatom volt egyébként ugye ez pont a nagy hajtás után jött úgyhogy abból a szempontból nekem nagyon jó volt mert nagyon-nagyon fáradt voltam így a ez a nagy csúcs után és abból a szempontból örültem, hogy de jó, hogy nem lesznek koncerte, most egy kicsit pihenek, csak azt hittem, hogy ez fél év lesz és amikor már így kristályos adott ki, hogy nem akkor viszont, akkor nagyon akkor megint pánik mert ráadásul sosem csak ez volt a munkám, hogy én vagyok az AVS meg a Lazarusnak a menedzsere, hanem dolgoztam. Pont akkor az akváriumban kezdtem el dolgozni. De mindig voltak ilyen melléklábaim, hogy ezt meg azt csinálom, és én azt hittem, hogy milyen előre látó egy nőszemély vagyok, hogy ennyi lábon élek. Aztán rájöttem, hogy mindegyik egy láb, és mondom, hát, és akkor ugye amikor kiderült, hogy itt senki nem segít, tehát hogy semmilyen szinten, mondom, akkor ez király. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy meg állíthatatlan vagyok, és ja, meg hát úgy gondoltam, hogy ha jó a zeneipar, nem, akkor mondjuk a rendezvényszervezés, mert ugye a men projektmenedzsmentet csinálok, szóval az is... Tehát az is ez a láb, szóval, és ez, ez, felfoghatatlan volt számomra, hogy annyira dübörgött előtt ez a rendezvényszervezés is, hogy, hogy ezt így leállítani. Hát 2018-2019-es év az volt az, amikor, figyelj, 18 ba rágták a fülemet a feleségem is, meg egy cimborám is, hogy halad, neked minek a munkahelyed? Hát hagyd már ott, hát, hogy megy a rendezvényezés? És ugye akkor én csináltam azt, hogy ugye a klubban én nem nagyon kerestem pénzt, de nyilván volt valamennyi, de mondjuk ott besegítettem a zenekaroknak, hogy segítettem betolni őt erre a fesztiválra, arra a rendezvényre, ebbe a klubba, stb. És ugye kaptam nyilván részesedést, és ugye olyan bevételeim voltak, hogy igazából én se értem, minek dolgoztam mellette. Tudod, minek tartod meg azt, ahol Stabilan 4-30-kor yeah. kell reggelente, bemész, de mondjuk hogy én imádom a munkahelyemet, hogy a mai napig ott dolgozom. Imádom a munkahelyemet. És valószínűleg ez, ez, is tartott vissza attól, hogy ne. Meg én nem, bennem valamiért mindig ott volt az a fél, ez az első leszervezett bulimtó fogva, hogy mi van akkor, a bukta lesz a buli, mi van akkor, hogyha, ha valami történik, és aztán, amikor elkezdtek jönni először a hírek, még ugye 19 év végén, hogy figyelj, Ázsiában baj van, akkor mindig mondtam, hogy fú, csak az ide ne érjen el, mert itt vége lesz mindennek. 19 év végén meghirdettük a 2020-as sportalsó fesztivált, és gondolj bele, hogy olyan jegyelővételeket produkáltunk az offig, tehát március 11-ig, hogy előtte évben, ami a legsikeresebb fesztiválunk volt a 2019-es, összesen ment el annyi egy elővételben, mint akkor ott március közepéig elment. Igen. Iszonyat, érted, a zenekarok is tök jó fej módon álltak hozzánk, látták, hogy ez egy dinamikusan fejlődő fesztivál, nagyon jó kedvezményes gázsikat mondott mindenki, tök jó fej volt. Azt, azt éreztük, hogy abban az évben miénk lesz a világ, lekaszáljuk az eget is, a Igen. és akkor jött És voltam először is, mint egy, ff, figyelj, hétvégén otthon a családdal olvashatok, nem kell korán kelni, nem másnaposan megyek hazaéje, vagy nem részegen megyek haza éjjel, és másnaposan kelek vasárnap, de király. Igen, aztán amikor április közepe vége felé mondta nekem egy ismerősöm, aki parlamenti képviselő, hogy figyelj azt, hogy ebben nem lesz nyári fesztivál. Mondom, mert hogy? Szerintem, hogyha fel is fognak itt engedni, annyit biztos, hogy nem, hogy egy nyári fesztivált én meg tudtuk csinálni, úgyhogy akkor már ilyen több százas elővételünk volt, tehát ergo biztos, hogy ezer fő fölötti napok lettek volna. És tudom, amikor ugye kiderült, hogy igen, csak 500-as felengedés lesz, akkor mondtuk, hogy hát akkor fesztivál nem lesz. És na, ezt a döntést meghozni, ezt senkinek nem kívánom. Meg ugye utána a szopást, hogy a, a maradt számolat bulikat először átszerveztük, őszem, optimisták voltunk, hogy fél hát ér. Ezeket én is lementem, ezeket a köröket, hogy nyilván mindannyian. De egyébként én. egy idő után már elengedtem. Én mondtam, hogy nem szervezek semmit. Ja, nem, a harmadik ilyen körül És is akkor, mondtam. aki akar, nyugodtan szervezgessen, én majd bekapcsolódok, amikor már tuti. Ö, igen, hát Igazából most így pepitában ugyanez volt, hogy mi is a csúcson, és uh, nem, nincs volt fesztivál nagy színpad, sőt, semmi nincs. Uh, igen, és akkor hát így kezdődött a pandémiás időszak. És akkor úgy rájött az őrs az nyáron derült ki. És akkor onnantól kezdve nekem egy, vagy hát nekünk, már nem csak pandémiáról szólt ez az egész, hanem egy iszonyat mix lett. Úgyhogy uh, hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy tehát, hogy tényleg mindenkitől elloptak éveket így a pandémia miatt, de hogy én úgy gondolom, hogy itt tőlünk így tényleg így ilyen szorzóssal, tehát egy ilyen idő zavarban vagyok, hogy milyen évben vagyok, hogy, tehát hogy egyszerűen én még mindig nem vagyok ezen túl, hogy ott mi történt. Tehát tényleg erről a csúcsról, ahogy, ahogy milyen tempóba lejönni, és onnan meg próbálni visszamászni, még még, még, nincs vége nekem. Mentális, ha mennyire volt nehéz egyben maradni? Én például uh, én, én, mindig jártam edzeni itt Pesten, és az edzőmmel megbeszéltem, hogy mindenképpen csináljunk online edzést. Úgyhogy én minden nap kimentem a kertbe, és laptopon ott volt az edzőm, és akkor nyomadtuk az edzést vagy hát nem minden nap az edzőm, mert valamikor csak én, de hogy így mondtam, hogy meg fogok őrülni ettől a bezártságtól, meg ettől a kilométer hiánytól. Amikor kiderült, hogy lezárások lesznek, akkor én ki is írtam a Facebookra egy üzenetet így az embereknek, egyébként nem használom a Facebookot azóta, mármint, hogy így a pandémiás időszak óta, hogy figyeljetek le, vannak olyan emberek, akik iszonyat sokat mennek, és akik mennek, azok nem feltétlenül azért. Tehát, hogy van valami oka, hogy miért mennek mindig ide-oda amoda, mert mondjuk lehet, hogy magányosak erre álltak rá, és hogyha őket most bezárják egyedül, azoknak nagyon-nagyon rossz lesz. Úgyhogy vegyétek fel a telefont, hívjátok fel őket, mert az, aki nem ment sehova, annak is rossz lesz, de nem annyira. És hogy ez is, én, én is egy nagy ide-oda amoda barátokhoz. Tehát, hogy igazándiból. Tényleg mindig mozgásban voltam, és amikor így realizáltam, hogy a mozgás az ilyen szinten nulla lesz, mondom, Úristen, mi lesz velem. Szóval nagyon nehéz volt, és akkor az egyik ez a mozgás volt, ami segített. Aztán, amikor már lehetett így menni ide-oda, akkor az egyik barátnőmmel nagyon sok helyre mentünk, ilyen vidéki házakba, akkor ugye egyre több ilyen. Hát ilyen szűk baráti körös dolgokat tudtunk csinálni. Hát meg azért párszor ilyen kijárási tilalmat is áthágva, mivel hogy vállalkozó vagyok, megírtam. Sose volt ilyen. <laughs> a izét, a, ö, engedélyt magamnak, hogy kimehetek. Ö, nem volt egyszerű. Hát, nagy, nagy csencserések mentek ezzel a hogy figyelj, de, te vállalkozó vagy, ugye? <laughs> Igen. Nem tudsz nekem meg egy ilyen papírt, hogy. Nem, nem sajnos, mert olyan vállalkozó voltam, akinek nem lehet alkalmazottja, de, de persze egyébként, hogy ne. Ja, hát az, az, azon gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy, hogy bele szeretnék menni a ami az őrsel történt, yeah. mert hogy szerintem Szóljon rólad inkább, én, én azt szeretném. Nyilván kikerületetlen, meg megkerületetlen dolog, úgyhogy inkább azt mondom, hogy itt, itt a pandémiában ugorjunk oda, hogy a világ felszabadul, és mondjuk eljutunk 2021 évvége, 22 éve amikor már úgy tényleg az történik, hogy látjuk azt, hogy visszakapjuk az életünket valamilyen szinten. Neked ugye ez többszörös újrakezdés, vagy nektek ez többszörös újrakezdés ez az időszak. Hogy éled ezt meg, illetve hogy birod? Hát nehéz. Egyrésztről nagyon nehéz az, hogy építkezel, tehát hogy én az építkezős vagyok, tehát én is 15 éves korom óta ezen építkezek, a zenekarjaim is nagyon fiatal koruk óta, és akkor például az ABS esetében, hogy visszamenni a startmezőre, az egy nagyon nehéz dolog, és hát, hogy nem itt kéne tartanunk, ez így pörög az agyban, de közben ezzel meg nem szabad foglalkozni, nem nyomni kell, Ö, úgyhogy nyomjuk, próbálkozunk ö, és ugye amiről már beszéltünk hogy közben megváltozott a világ zene ízlése szóval most már nem a legdivatosabb dolog a mi zenénk, addig se volt egyébként de hogy most már még kevésbé úgyhogy ö, nem egyszerű mm. nem tudom Figyelj, akkor kérdezek, kérdezek, inkább mást, jó? Mert úgyis azért adtam már pár interjút, és azért ezekről a dolgokról beszéltél, viszont amire nagyon kíváncsi lennék, ugye egy másik meghívásomat azt lepattintottad. Úgyhogy csak óvatosan kérdezem meg, hogy amúgy te a hétköznapokban, amikor esetleg mondjuk erőt szeretném eléteni, akkor milyen, mihez nyúlsz? Zenéhez, könyvekhez, filmekhez. Mi az, ami, ami neked ad kikapcsolódást, és ad, ad neked pluszt? Nem a top 5 listáidat kérdezem, Igen. hogy szögezzük le, hogy... Zenéhez nem nyúlok. Hmm. Tehát a zenét azt mostanában nem szeretem. Mármint, hogy nem hallgatok zenét az autóban, nem hallgatok hmm. zenét tusolás közben, nem hallgatok zenét buliban, tehát hogy nálam a házi buli, akkor mindig mindenki ki van akadva, hogy miért nincs zene, és mondom, hogy beszélgetni szeretnék veletek, és nem hmm. kell zene. Úgyhogy zene mostanában nem. Én amit nagyon nagyon szeretek a barátaimmal időt tölteni és beszélgetni, tehát ami legjobban feltölt, az talán ez a, az egyik, hogy tényleg így. mostanában azt mondani, hogy milyen öregesek lettünk, de hogy mondjuk egy vacsorát főzünk, és akkor így összeülünk, és akkor beszélgetünk. A másik, ami nagyon fontos nekem az a lelkemnek az ápolása tehát ez is kiskorom óta valahova mindig jártam, pszichológus vagy spirituális választeropóta vagy ilyen, olyan kineziológus, nem tudom, és ez a lelki wellness nagyon fontosnak tartom, úgyhogy... De szép kifejezés. Mindig nyomok valamit, és ez egyébként elég változó, hogy mikor mit, de tényleg mindig valamit, valamiből egy belásom magam, és például ez is nagyon megnyugtat, hogyha én pszichológiai témájuk, könyveket előveszek, nem mondanám, hogy végig tudom olvasni őket, mert egyébként nagyon nehéz olvasmányok, de beleolvasok, hogy érdekel egy téma, utána járok. És egyébként utána ezt is a barátaimmal megbeszélem. Szóval ezt tökre fel tud tölteni. Nagyon szeretem a filmeket, meg a sorozatokat, amit ugye egy csomó, egyébként guilty pleasure-nek tartanak, hogy sorozatot nézel, és akkor elmegy az életed. De egyébként meg... Hát, Szerintem nem, de. Igen, de egyébként meg. A jó ha jó sorozatokat. Ha igen, igen. jó sorozatokat. Ugye a színház az, ami ritkán megyek színházból, mert egyébként eléggé megerült, a dolognak tartom, de általában nem bánom meg, és nagyon szeretem. Amikor felköltöztem, akkor például egyébként rengeteget mentem, most már tényleg nagyon ritkán, de most pont megint elkezdtük kinézegetni, hogy hova szeretnénk elmenni és a színház egy a jó, a jó színház, az egyébként az tényleg az döbbenetes, tehát akkor nekem olyan katarzis élményem szokott lenni, hogy az úgy napokig, hetekig tart, ami egyébként azért is van, mert a, azáltal, hogy a zenében dolgozok, nekem már a zene nem ad. Ne, tényleg egyszerűen nem. Igen, nem, nem ad nekem olyat, mint amikor egy. Ö, mint régebben, hogy hozzányúltam, és akkor hogy fú, yes, attól kapok valamit. És a színház meg megmaradt ez, hogy az a, a titkos világ, a, a színészek, az Úristen, hozzájuk, nem méltók vagyunk, és mi teljesen civil vagyok, és nem tudom. És akkor ott abban én találok varázslatot. Amúgy az azért érzem át, mert nem fogod hogy megmondani, hogy mikor, de de valamikor Esztergomban előadta a László Zsolt és az udvaros Dorottya a szívhígyait, ami ugye nekem eleve az egyik filmben és az egyik kedvencem. Még a kicsit gyengébb könyvet is nagyon szeretem belőle, és akkor megláttam, hogy ez a két színész, a felségemnek menjünk el. László Zsoltnak imádom a hangját. Igen, 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 igen. És ugye, hogy hát nem tudom, szerintem akkor a tizedik percet én már bőgtem, tehát ez nálam ugye eleve a film is ilyen, és annyira katarzisban voltam a végén, hogy, ismerek a művházban mindenkit, meg hogy így segítettek nyilván, hogy lekezeltem a László Zsoltal, meg az udvaros Dorottyának köszöntem. De figyelj, eszembe az hogy fotót csinálják vagyok, hogy vagy amit eleve is kezdek leszokni el, hogy fotózkodjak, meg ez az, de hogy, nem, és a napokig semmi más nem csináltam, csak megnéztem a filmet is újra. Elolvassam a könyvet. Á, nem, és inkább csak így ábrándoztam, hogy fú, jó volt a színdarab, tudod, és tanáltam, és megnéztem egyszer Pesten is. Tehát, hogy ilyen, ilyen elképesztő karizmája van a színháznak, hajó. Hajó, igen. Igen. Én nekem is egyébként tényleg az ilyen napokig, hetekig tart. Sőt, akkor elindul egy gondolat a fejemben, hogy ebbe az irányba kéne még menni és alkotni, és akkor, akkor van bennem egy ilyen nagy tank, hogy ó, akkor ezt kéne csinálni, de aztán az elmúlik, de... Pedig pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy nem gondoltad azt, hogy, hogy egyszer azért megpróbált, hogy mondjuk írsz egy saját színdarabot, megrendezed? De most... Ö, egyébként egyre többet gondolok rá, hiszen most felszabadult némi időm, és az írás az mindig uh, ott volt, ott motoszkált a fejembe, csak én az a típus vagyok, aki uh, azért nem csinálja, mert hogy nem elég jó, és akkor el se kezdi, ami a legrosszabb. Tehát ugye, nem szabad csinálni, ezt senkinek nem ajánlom, mert mindig csinálni kell, és akkor abból majd jó lesz. Uh, de a másik meg az, hogy mindig van bennem egy várakozást. Én, én nagyon türelmesnek tartom magam, és eddig mindig kifizetődő volt, hogy vártam, tehát, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ö, és ö, talán most lesz majd ez az idő nekem, hogy eddig ugye a háttérben voltam, meg ilyesmi, és hogy, minthogyha most úgy érezném, hogy lehet, hogy van bennem valami, ami, ami az, tehát, ugye ilyen alkotói dolog. Sztorijaim is vannak, egy csomó, amiről lehetne írni, de, szóval, hogy így úton van. De nem erőltetem meg. Nem, még, még el sem kezdtem. Tehát, hogy még majd arra kell rávenni magamat, hogy a rosszat is elkezdjem. Elkezdem a legnehezebb, amúgy szerintem mindig. Ja, de egyébként nem zárkózok el tőle. Kíváncsi ennek rá. Ezért kérdezem csak. Én azt mondom, hogy legyen most ennyi, és. Azért, mert hogy szerintem sikerült olyan dolgokat megmutassunk belőled, ami eddig mondjuk nem feltétlen biztos, hogy előtérbe volt, illetve mondjuk átjött a többi interjútból. De nekem van a fejemben egy folytatása ennek a beszélgetésnek, amit majd megejtünk, mondjuk egy fél év múlva, vagy valami ilyesmi. Ha van kedved, persze. Jó. Ja. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megmutattad a zeneiparnak, illetve a nézőknek, hallgatóknak, hogy, hogy, milyen vagy. Köszönöm a meghívást. Ne vicce, én örülök, hogy jöttél. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, illetve megnéztetek minket. A nem is tudom, mit tegyek a leírásba, azt majd kitaláljuk közösen. Gondom, hogy mindig hogy beteszem, hogy hol lehet követni a zenekart, meg hogy hol lehet jegyeket venni a bulira, csak hát itt nincs buli, amire jegyeket Jö. lehetne venni, úgyhogy ilyen, ilyen nem lesz a leírásba, de majd együtt kitaláljuk, hogy mi legyen ott. Tartsatok velünk jövő héten is. Ha minden igaz, akkor most lesz majd egy pici szünet, de ezt majd még eldöntöm, mert addig felülbírálom, mert ám is adhok jelleggel szoktak történni a dolgok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt velünk. Sziasztok! Sziasztok!